háromszettes vereség. Azért ennél szorosabb mérkőzésre számítottunk, azt hiszem. Igen, mi is ennél jóval szorosabbat, sőt, szetteket akartunk nyerni, ha nem meccset. Ezen a mai napon, hát sajnos nem sikerült, de igazából a múlton most már fölösleges rágódni. Jön a horvátok elleni meccs holnap után. Ha valamit még szeretnénk itt az Európa-bajnokságon, azt mindenképp meg kell nyernünk, és ez nem is kétség, szerintem az egész csapat azon lesz, hogy ez sikerüljön is. Én úgy gondolom, hogy az első és a harmadik szett az olyan is volt, aminek az egész meccsnek kellett volna lennie, és hát tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha fejben előbb elhisszük, hogy van itt keresnivalónk, és több esélyünk van, akkor talán sokkal szorosabb mérkőzés játszottunk volna, akár nyert szettekkel is. Röviden a meccs után mi belátjátok az okát, hogy ez nem lett egy szoros meccs? Talán a nyitásfogadás egy kicsit döcögött ma, és abból azért ilyen magas blokk ellen nehéz támadni. Ezen fogunk dolgozni most holnap, hogy ezt kijavítjuk, vagy kicsit korrigáljuk, és akkor neki megyünk a horvátoknak gőzerővel. Első szett azért annak ellenére, hogy elvesztettétek, jól sikerült, de mi történt ezek után a második szettben, mert az viszont nagyon-nagyon simán ment el. Igen, hát elég simán elment, és utána kezdett el cserélgetni Jan de Brandt. Én hát nem tudom, utána a harmadik szedben ugye visszajöttünk, és tényleg ez szerintem fejben dőlt el ott is, talán ezt előbb kellett volna kicsit. Egy ilyen második szed után hogyan lehet ilyen hamar túltenni magatokat rajta, és hát láttuk, hogy a harmadik szedben vezettetek is, és nagyon kicsi múlt, hogy ott nem ment tovább a mérkőzés. Igen, hát muszáj ilyen gyorsan, hiszen nincs időnk gondolkodni, főleg, hogy harmadik szett, arra kell gondolni, hogy most vagy soha. Én úgy érzem, hogy mindent megtettünk, hogyha ezt előbb sikerül ilyenre, akkor talán több esélyünk lett volna. Ugye a románok elleni meccs után arról beszéltetek, hogy volt rajtatok nyomás, most is éreztétek magatokon ezt a nyomást, akár a nyerési kényszerről beszélve? Nyerési kényszer szerintem ez nem jár a csapat fejében, de az, hogy hazai rendezési ebéd, tényleg mindenki a maximumot akarja nyújtani, és esetleg néhány szituáció nem úgy sül el, ahogy azt tervezzük, azt úgy lehet, hogy hajlamosak vagyunk kicsit túlgondolni, de mondjuk ezt kétlem, hogy ez lenne a fő oka. De mondom, most a horvátok elleni meccsre kell koncentrálnunk. Hát igen, nyilván van rajtunk egyfajta nyomás, hiszen rengetegen kijönnek tényleg, és nagyon jó érzés, és nagyon megtisztelő ennyi hazai ember előtt játszani, és hát szeretnénk nekik bizonyítani, és ez egy kis nyomást azért tényleg tesz ránk, de reméljük, hogy ez a következő meccsen inkább úgy jön majd ki, hogy sikerül megmutatnunk nekik. Ugye lesz most egy szünnapotok a nagyon fontos horvátok elleni mérkőzés előtt. Mivel fog ez most elni? Hát lesz egy edzésünk, és videózni fogunk rengeteget a horvátokra, lelkileg és taktikailag felkészülni rájuk. Én arra meccsre szerintem mindent fel kell tennünk, és azt muszáj lenne hoznunk, ha még szeretnénk itt valamit.